tisztelt országgyűlés! Vannak olyan ellenzéki érzelmű választó polgárok, és vannak olyan független médiánál dolgozó újságírók is, akik megszokták tőlem kérdezni, hogy ebben a kétharmados parlamentben, amikor törvényekről vitázunk idézőjelben, akkor a Momentum frakció miért él törvénymódosító javaslatokkal? Hát azért, mert ez a dolga. Azért, mert ez a dolgunk. Az a dolgunk, hogy önökkel szemben, azzal a politikai kultúrával szemben, ami a legyőzés eszközében hisz, a meggyőzés kultúrájával szemben. Tehát önökkel szemben mi alternatívát, egy hazafias és haladó szellemű alternatívát állítsunk. A magyar költségvetésről szóló törvény az, talán mindannyian kimondhatjuk, hogy az év egyik legfontosabb törvényjavaslata. Ezzel kapcsolatban ismertetem önöknek a Momentum, az új politikai generációnak az álláspontját. Először is azt szeretném leszögezni, hogy a Momentum képviselői nem szavazzák meg az Orbán csomagot, nem szavazzuk meg az áremelések és az elszegényedés fideszes költségvetését. A kormányfő 15 éve mondja, hogy a megszorítások politikája téves, hibás, bűnös. Bármekkora a válság, mondja Orbán Viktor, nem kell adókat emelni, mert hogy senkit sem hagyhatunk az árokparton. És most mégis 12 év kormányzás után, amikor tényleg baj van, és nem csak az önök felelőtlen választási költekezése miatt Magyarországon, hanem egész Európában tényleg nagy a baj, akkor önök letesznek elénk egy gigantikus méretű megszorító csomagot. Orbán Viktort az önök pártjában vizionáriusnak tekintik. Egy olyan embernek, akinek van elképzelése önök szerint arról, hogy milyen lesz Magyarország 5, 15, ne agyisztán 30 év múlva. Ebből a költségvetésből viszont, amit önök letettek elénk az asztalra, nem következik az, hogy az önök miniszterelnökének, az önök pártelnökének bármennyire is lenne fogalma arról, hogy Magyarországnak hol kell lennie 5, 15, illetve 30 év múlva. Kizárólag túlélni akar az önök pártja. Ez következik ebből a költségvetésből. Hatalomban maradni, szó szerint bármi áron. Addig küzdöttek önök a megszorítások ellen, míg önök vezették be a legdurvább megszorításokat, vagy az egyik legdurvább megszorításokat az elmúlt 33 év magyar történetében. Magyarország egy komoly és nagy történetű, globális értelemben véve azonban kis ország. Nincsenek kimeríthetetlen természeti erőforrásaink, nincsenek gigacégeink, vagy dollárhoz hasonló értékű nemzeti valótánk, na azt meg pláne nincs. Az egyetlen lehetősége Magyarországnak a hosszú távú felemelkedésre az a jó minőségű oktatás, a digitális és nyelvi képességek fejlesztése, illetve a magyar emberek egészségének a fejlesztése azért, hogy minél hosszabb életet élhessünk, és azt minél egészségesebben élhessük. Vagyis, kedves képviselőtársaim, az emberekbe, az önök honfitársaiba, saját magukba kéne fektetni, mert amikor önökről beszélünk, akkor önök pénzt azt szeretnek magukba fektetni, de én itt tudásról beszélek, megélhetésről beszélek, és egészségről beszélek, és ezt várjuk önöktől már több mint 12 éve. Minden kutatás azt mutatja, hogy az oktatás az az eszköz, amivel a gazdasági növekedés a legjobban előmozdítható. A sikeres országokban magas a képzett embereknek a száma. A jól működő országok erőn felül áldoznak az oktatásra. Ezért a Momentum 50%-kal emelné azonnal minden pedagógusnak a fizetését. Ez, tisztelt képviselőtársaim, 250 milliárd forintba kerülne. Nem a levegőbe beszélünk, kizárólag az autópálya és az úthálózat rendelkezésre állási díjának 380 milliárdos összegéből pedagógusokhoz méltóbb fizetést lehetne adni azoknak, akiknek gyermekeink tudása és képzettsége a feladata, és akiken az ő felelősségük nyugszik. Ehhez képest az önök megszorító költségvetésében oktatásfejlesztésről, tanári bér emelésről szó sincsen. Beszéljünk picit az egészségügyről.
A gyógyító, megelőző egészségügyi kiadások mindössze 1,9%-kal növekednek 5%-os infláció mellett. Azaz a reál értéke az egészségügyre fordított összegnek az csökkenni fog. Két év Covid, Európa legrosszabb rák statisztikái és krónikus betegségek okozta halálozási adatai után az Orbán kormány, tehát önök úgy döntenek, hogy csökkenteni kell az egészségügyre adott pénzt. Megáll az ész. Évente 30 ezer ember hal meg Magyarországon, képviselőtársaim, azért, mert rossz minőségű Magyarországon az egészségügy, és ezt nem én mondom, hanem egy kormányszerv, egy az önök irányítás alatt lévő kormányszerv, az AEEK mondja néhány évvel ezelőtti jelentésében. Azóta sem változott sajnos ez a helyzet, és ez szégyen. Lenne pedig tér 30%-os azonnali béremelésre az egészségügyi szakdolgozók számára. Ez, tisztelt képviselőtársak, 120 milliárd forintba kerülne. A Paks 2 ZRT-ben előirányzott 150 milliárdos tőkeemelés összegéből bőven lenne rá a költségvetésből pénzünk. Aztán költségvetési szinten nem releváns, de mégiscsak szimbolikus, hogy miközben a tanári és egészségügyi dolgozói fizetések megemelésére önöknek nem futja, a miniszterelnök fizetése mégiscsak a kétszeresére nő, miközben az Orbán cégek profitja az egekben jár. Ha már Orbán cégekről beszélgetünk, ugye önök 2023-ban megemelik az élelmiszerboltok, az energiacégek, repülőtársaságok, a telekommunikációs cégek adóját, drágítják az élelmiszert, drágítják az utazást, a telefonálást, egyetlen egy dolog marad érintetlen, ez pedig az Orbán cégbirodalom. Most pedig szeretnék a pénzügyminiszter képviselőihez fordulni. Önök a pénzügyminisztériumban nem tudnak számolni? Extra profitot kérnek számon veszteséges ágazatokon is, miközben nem látják az Orbán Viktor barátai és trómannyai által tulajdonolt néhány tucat főt alkalmazó cégek 10 milliárdos nyereségeit. Nem jut eszükbe hozzányúlni a Mészáros Lőrinc nevén lévő vállalatok profitjához, de adócsalónak, a kata adózással visszaélőnek nevezik, és hónapok óta fenyegetik a kisvállalkozókat Magyarországon, a szakfordítóktól a fodrászokig. Önök nem veszik észre a pénzügyminisztériumban, hogy léteznek magántőke alapok? Vagy Orbán Viktor világában ezeket tilos adóztatni? Mi indokolja, hogy a 41,6 milliárd forintos nyereséget termelő Opus Global nem kapott a nyakába extra profitadót, a Covid miatt veszteséges légitársaságok, meg a vidéki közértek viszont igen. Milyen költségvetés az, ahol nem az Orbán féle Dolomit Kft. Milliárdos nyereségét adóztatják, hanem a Dolomitot pakoló munkást, aki zsemlét venne a boltban, hogy bírja a munkát. Milyen dolog ez? Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt néhány percben példákat mondtam arra, miként éli fel a jövőt az áremelés és az elszegényedés fideszes költségvetése. Hangsúlyozom, hogy nem a spórolás a baj, hanem ha az oktatáson, a szociális szférán és az egészségügyön spórolunk, hogy továbbra is önök biztosítsák a kormány közeli köröknek az extra profitját. Ezzel van a baj. Futja majd persze önöknek megint miniszteri jaktoztatásra, a tanárok, egyetemi oktatók, ápolók és közalkalmazottak meg éljenek meg abból, ami jutott nekik. Ennél is nagyobb veszély, hogy az ország a 2009-2010-eshez hasonló negatív spirálba kerül. A megszorítások ugyanis visszafogják a fogyasztást, a beruházási kedvet, és így magát a gazdasági növekedést, ami pedig csökkenő állami bevételekhez vezet, így pedig újabb megszorításokra lehet szükség. Ahhoz, hogy ez ne így történjen, ahhoz az Orbán kormánynak le kellene vágnia a saját szent teheneit, hozzá kellene nyúlnia a saját, tehát az Orbán cégek extra profitjához is. A magasépítési beruházásoktól az autópálya rendelkezésre állási díjon át a beruházási alapig számos olyan költségtétel van, ahol az állami kiadásokat csökkenteni lehet. Adót kell emelni az Orbán cégeknél, képviselőtársaim. Ezt a pénzt pedig úgy lehetne elkölteni,
hogy Magyarország számára egy gyarapodó jövőt kínáljunk a válságban is. Például azonnal meg lehetne belőle emelni 50%-kal minden pedagógus, 30%-kal minden egészségügyi szakdolgozó, 20%-kal pedig a tűzoltók, a rendőrök és a szociális ágazatban dolgozó honfitársainknak a fizetését. Fejleszteni lehetne az egészségügyet távdiagnosztikával, távfelügyeleti rendszerekkel, digitális információ szolgáltatással. Évente 100 000 lakás energetikai korszerűsítésére is juthatna pénz. Ez 300 milliárd forintba kerülne, tisztelt képviselőtársaim, amit a pénzügyminisztériumnál lévő 200 milliárdos beruházási alapból és a 170 milliárdosra tervezett rendkívüli kormányzati intézkedésekből átcsoportosítva lehetne megvalósítani. Ez ráadásul egyébként hosszú távon is kifizetődő befektetés lenne Magyarország számára. A Momentum frakciója ezeket a javaslatokat nyújtotta be többek között a parlamentnek. Nem ígérgetünk felelőtlenül, minden esetben megjelöltük, honnan vennénk el a pénzeket, amiket oktatásra, digitalizációra, egészségügyre, energetikai korszerűsítésre, az ápolók, a tanárok, a közszolgák, szociális munkás honfitársaink béremelésére fordítanánk. Azt hiszem, hogy ez a felelős politika, képviselőtársaim. Ha ezeket a javaslatokat elfogadják, elfogadnák, akkor tartós leszakadás, elszegényedés helyett a válságban is megnyílik a lehetőség a lassú, de annál biztosabb felemelkedésre itt Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmüket!